Az elmúlt hetekben megőrizte veretlenségét az Újpest FC labdarúgó csapata. A Lilák az utolsó NB1-es találkozón a Videotont fogadják a Megyeri úton. Balajca Szabolcs csapatkapitány a pontszerzésben bízik. Végéhez ér a labdarúgó NB1-es bajnokság. Az Újpest FC a Megyeri úton fogadja a tabella második helyén álló Videotont a legutolsó mérkőzésen. A Lilák az elmúlt hetekben veretlenek maradtak, és persze a Vidi ellen sem szeretnék lógóorral elhagyni a stadiont. Balajca Szabolcs, az Újpest csapatkapitánya bízik a sikerben. Volt egy edzőváltás, és utána veretlen maradt a csapat 7 mérkőzésen keresztül. Ugye ebben volt azt hiszem 2 győzelem, meg 5 döntetlen. Most ez így nagyon szép, hogy veretlen a csapat, de ebből az 5 döntetlenből legalább 2-t meg kellett volna nyernünk, úgy érzem, és akkor még előrébb lennénk ezen a tabellán most. Nem lesz könnyű dolga a csapatnak, mert annyi biztos, hogy a vendégek is győzelemmel akarnak elbúcsúzni a szezontól. A Videotonnak sincs már nagy tétje, mert ők másodikak, ugye mi már nem tudunk kiesni, viszont elérébb tudnánk végezni, sőt a Fradit is meg tudnánk előzni. Úgyhogy nekünk van komolyabb tétje ennek a mérkőzésnek, úgyhogy én mindenképpen abban bízom, hogy veretlenek maradunk. A veretlenség megőrzéséhez viszont pontokat kell szerezni. Én remélem, hogy szépen tudunk búcsúzni, és azzal, ami tavaly volt az utolsó Vidi elleni mérkőzésen, ugye, mert akkor is az utolsó meccs a Vidi volt, az 1-0-ás győzelem, azt most is elfogadnám.